kutatás, jórészt önerőből végezték el a fejlesztést Györén. Bizonyított a négylábú rendőr, nemzetközi versenyen szerzett jó helyezést a szekszárdi kábítószerkereső kutya. Véradás, nyáron csökken a véradók száma. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jó részt önerőből újították fel Györén a helyi polgármesteri hivatalt. Az épületen a nyílászároktól kezdve az internetes hálózatig mindent kicseréltek, ami már nem állta az időpróbáját. Ez a kazán állítólag annyit fogyaszt, mint egy konvektor. 8 régi gázkonvektort cseréltek le egy korszerű gázkazánra a Györei polgármesteri hivatalban. A település önkormányzata 1 millió 200 ezer forintot nyert pályázaton fűtéskorszerűsítésre. Ebből a pénzből a régi konvektorok helyett modern gázkazános központi fűtést alakítottak ki. Emellett saját forrásból egy sor másik fejlesztést is elvégeztek az épületen. Parkettát csiszoltunk, lakkoztunk, új szallagfüggönyök kerültek fel, klímaberendezés, új irodabútorok kerültek be, festettünk, az internet hálózat elrejtve, falba beépítve, tehát egy belső felújítást végeztünk, ami már ráfért a hivatalra. A 670 fős Györe Tolna megye kis települései közül az egyik legdinamikusabban fejlődő. Az elmúlt időszakban mások mellett az orvosi rendelő, a művelődési ház és az iskola is megújult itt. Rendőrök és tűzoltók együtt mentették meg egy mustgázmérgezést szenvedett idős férfi életét Szekszárdon. A hatóságokat telefonon értesítette egy arra járó helyi, aki észrevette, hogy a nyitott ajtajú pincében az áldozat eszméletlenül fekszik. A helyszínre egyszerre érkeztek meg a rendőrség járőrei, valamint a katasztrófavédelem szakembere, és együtt hozták fel a pincéből a 69 éves férfit, akit átadtak a mentősöknek. Még lehet kérni a katasztrófavédelemtől a kémények ellenőrzését. Idén október 15-én kezdődik ugyanis a fűtési szezon, így még foglalható időpont a kéményseprőknél. A katasztrófavédelem ezen tevékenysége jelenleg 17 megyében, összesen 2592 településre terjed ki. Tolna megye településeit 4 szakember járja. A társasházakba a szakemberek hívás nélkül kimennek, a lakóknak a vizsgálatért nem kell fizetniük. Ezt a gazdálkodó szervezet azonban kötelező megrendelni egy cégtől. Szilárd tüzelőanyaggal való fűtés esetén évente, gázfűtést használóknak 2 évente, a munkáért pedig díjat kell fizetniük. Annak ellenére, hogy törvényi kötelezettség nem terheli, beszámolt a 2018 első félévi gazdálkodásáról Bonyhád önkormányzata. A gazdálkodásról szóló beszámoló kapcsán Filóné Ferenc Ibolya polgármester azt mondta, a költségvetés első féléve a terveknek megfelelően alakult. Ahogy fogalmazott, ez a félév arról szól, hogy befejeződnek a már elnyert források alapján megkezdődött fejlesztések. Már elmondhatjuk azt, hogy időközben a fél évre 26 nyertes pályázata van a városnak, és ezzel meghaladtuk a 6 milliárd forintot, amellyel forrás kiegészítése ide érkezett az önkormányzathoz. Valamennyi utolsó fél évig itt a városban kerül elköltésre. A kiadó ingatlanok piacának csúcs szezonja augusztusra és szeptemberre esik. Évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. Az adóhatóság ezzel kapcsolatban azt javasolja, hogy érdemes írásban is rögzíteni a bérleti feltételeket. Fontos, hogy a bérlőknek a bérbe vett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést. A lakáskiadáshoz nem kell feltétlenül adószámot kiváltani, ha csak a bérbeadó nem választ valamilyen adószámhoz kötött gazdálkodási formát. Ha pedig a bérbeadó magánszemély nem turisztikai céllal adja ki ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. Nemzetközi versenyen szerzett előkelő helyezést egy szekszárdi rendőrkutya. A Zizi névre hallgató 3 éves belga és német juhászkeverék kutyus számtalan alkalommal segített a hatóságnak elkapni kábítószerkereskedőket, de eltűnt emberek felderítésében is részt vett már Deák Mihály rendőrfőtörzsőrmester járőrtársa. A cipőket, az ágynemű tartót és a ruhásszekrényt is átvizsgálja a Zizi, a 3 éves keverék kábítószerkereső kutya. A négylábú rendőr ugatással, tappancsával ráugorva jelezte, hol van elrejtve a drog.
Ezek a felvételek egy nemzetközi versenyen készültek, amin Deák Mihály rendőrfőtörzsőrmester és járőrtársa Zizi hatodikak lettek. Ez hatalmas sikernek számít. A versenyen három gyakorlati feladatot, illetve kettő ügyességi feladatot kellett a kutyusnak végrehajtani a gazdájával együtt, melyen a nemzetközi mezőnyben az előkelő hatodik helyet szerezték meg. Erre példa eddigiekben a Torna megyei rendőrfőkapitányságon szolgáló kutyákkal még nem történt. A versenyen a magyarok mellett a lengyel, a cseh, a román és a szlovák rendészeti szervek csapatai vettek részt. A három versenynapon csomagot, vasúti kocsit és tantermet kellett átvizsgálniuk a versenyzőknek, valamint egy fegyelmező és egy ügyességi feladatot is végre kellett hajtani. Ennek a kutyusnak a feladata a kábítószerkeresés, tehát amikor erre esetlegesen jelzés érkezik kollégáktól, lakossági bejelentés, illetve valamilyen nyomozati cselekmény folyik, akkor ez a kutya azt a feladatot látja el, hogy megpróbálja megkeresni a kábítószernek a rejtekhelyét, és ezzel a rendőrség munkáját támogatja. Zizi még csak 3 hónapja dolgozik a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon, előtte Fejér megyében teljesített szolgálatot. Az alig 90 napos itt léte során viszont már több alkalommal talált drogot terepen. Rejtve használt trafipaxokat vethet be hamarosan a rendőrség, mert szerintük az előre bejelentett ellenőrzések nem jelentenek megfelelő visszatartó erőt a szabályszegőknek, derül ki az Országos Rendőrfőkapitányság közleményéből. Azt írják, mostanra bebizonyosodott, hogy az előre bejelentett, jól látható módon végzett ellenőrzések nem jelentenek általános visszatartó erőt. A közlekedők egy része csak addig tartja be a szabályokat, amíg úgy érzi, hogy a hatóság látóterében van. Ezért a közlekedési helyzet javítása, a balesetek számának csökkentése érdekében a rendőrség a jogszabályok által biztosított keretek között szükségesnek látja az ellenőrzési módszerek, eszközök bővítését. A nyár alacsony véradás száma miatt a következő hetekben, hónapokban fokozottan számítanak az önzetlen segítőkre. A nyári hónapokban, főleg augusztusban alacsonyabb a véradói aktivitás, melynek hátterében a nyári meleg, a sokakat érintő allergiaszezon, valamint a nyári szabadságolások állnak. Minden évben a nyári hónapokban, különösen augusztusban csökken a véradások száma az év más időszakaihoz képest. Az alacsonyabb véradói aktivitás hátterében a nyári meleg, a sokakat érintő allergiaszezon, valamint a nyári szabadságolások állnak. Míg egy átlagos napon 1600-1800-an adnak vért, addig idén augusztusban az intenzív toborzás ellenére is ettől jelentősen elmaradt a véradások száma. A Magyar Vöröskereszt paksi szervezete idén második alkalommal tartott véradást a paksi polgármesteri hivatalban az önkormányzat támogatásával. Hát a rendszeres véradónak mondhatom magam, ma volt a jubileum 90. véradásom, tehát évente ez igazából 4-5 alkalmat jelent. Az embertársaim segítése fontosnak tartom. Igazából a véradást figyelemmel kísérem, ezért a rendszeresség miatt is madocsán szoktam főleg. A Vöröskereszt felhívja az egészséges emberek figyelmét, hogy véradással segítse embertársai gyógyulását. Pakson jó a véradó kedv, mondja Ron Helga, a szervezet helyi munkatársa. Alapos orvosi vizsgálat és szűrést követően 4,5 deci vért vesznek le a véradóktól. 7. alkalommal tartották meg Dunaföldváron a nyárbúcsúztató gyermeknapot, amelyet minden alkalommal a Sárga Pincés Gödör Egyesület és a Vörös Kereszt közös szervezésében rendez meg a város. Szeptember 1-én tartotta idei nyárbúcsúztató gyermeknapját Dunaföldvár a Sárga Pincés Gödör területén. A téren található pince tulajdonosok ötlete nyomán szerveződött az első rendezvény, melynek szervezésében a Dunaföldvári Önkormányzat nyújtott segítőkezet. Működik egy Sárgödör Egyesület, amelynek az a feladata, hogy igazából ezeket a pincéket, amelyek itt vannak, ezeket kezdte rendbe tenni, meg rehabilitálta ezt a sárgödröt, és úgy jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezt a szép zöld területet itt kihasználva évente legalább egyszer a gyerekeket ide lehívnánk egy ilyen közös program tekintetében. A polgármester fontosnak tartja, hogy legyen egy utolsó alkalom a tanév előtt, amikor közösségben szerezhetnek új élményeket a gyermekek, amelyekről aztán szívesen beszélgetnek az iskolában. Azt is kiemelte, milyen fontosak az egyszerű dolgok. Akadt olyan gyermek, aki itt látott először szalmabálákat, amelyben aztán estig ugrált. A fellépő énekesek mellett helyi és meghívott tánccsoportok mutathatták be, mit tudnak. Fellépett többek között a Lőfan Mazsoret és az Ördög Szekér Tánc Egyesület.
A programokat tovább gazdagította a sétakocsikázás, légvárak, arcfestés, lufi bohóc és a kirakodó árusok. A rendőrség segítségével megörökíthették új lenyomataikat a gyermekek, amelyeket hazavihettek. Az akadálypályát teljesítőket jutalomban részesítették. A legjobban várt attrakció a habparti volt, amely a helyi tűzoltók közreműködésével jött létre. Este a rockband fellépésével lazíthattak a felnőttek. A rendezvényről a gasztronómia sem hiányzott. Minden pincében mást főznek, úgymondva. Vannak itt gulyások, pörköltek, levesek, savanyú káposztá. Tehát ami úgymondva ilyen hagyományos ételeket csináltak a pincés gazdák, és mindenkit szívesen várnak. A nap folyamán a támogatóknak köszönhetően gyümölcsöket osztott a Vöröskereszt, és az egészségi állapotukat is tesztelhették az érdeklődők. Jól indult a Tolna megyeiek számára a csütörtökön délután Portugáliában megkezdődött felnőtt U23-as és ifjúsági maratoni kajakkenu világbajnokság. Az ifjúsági kenusok mezőnyében a paksi Hodován Dávid szinte leiskolázva a mezőnyt világbajnok lett. A felnőttek hétvégi döntőiben két Tolna megyei kajakos, a tolnai Boros Adrián és a paksi Kiszl Vanda is esélyes, mind az egyesben, mind pedig a párosban az érmes helyezésre. Európa-bajnokságon ugye ő még a régi párjával jött, viszont ott is a két magyar egység csatázott. A spanyolok voltak még meccsbe egy darabig, de ők is leszakadtak. Kíváncsi vagyok, hogy a világbajnokságon kik lesznek még ott, de egy jó meccsre várok ott is. Érmekkel a nyakukban tértek haza a bátaszéki karatésok az angliai Leicesterben megrendezett világkupa versenyről. Ez különösen ritkán adatik meg egy közép-kelet-európai kisváros sportolóinak. 6 bátaszéki országosan és már nemzetközileg is bizonyító karatékával vágott bele ebbe a nagy kalandba Nagy Ákos vezetőedző, Haddanos nagymester. Minden versenyző úgy ment oda, hogy a legjobbat szeretné kihozni, minden versenyzővel beszélgettünk, és mindenki teljesen úgy nyilatkozott, hogy ő győzni megy. De a zárójelben azért ott volt ez az alapelv is, hogy a részvétel az nagyon fontos, és akkor se keseredünk el, hogyha nem jön össze. Összejött bizony. Legfőképpen Kisbánk Botondnak, aki a 13 éves korosztályban világkupa győztes lett. Igazából nagyon szoros volt, mert 2-0-ra győztem, az igaz, de 3 intésem volt, és hogyha még egyszer lelépek a tatamiról, vagy valami szabálytalan csinálok, akkor leléptetnek, és ő győz. Szóval nagyon kellett figyelnem, és nem volt biztos, hogy én győzök. A felnőttek között versenyző Móroc Ákos ezt a világbajnoki bronzot minden eddigi EB-n szerzett dobogós helyezése fölé helyezi, és teszi is a vitrinjébe. Csak egy japán tudta őt legyőzni, mindjárt az elején, de csak alig. Már a veteránok között szereplő Babos Csaba volt a 3. bátaszéki éremszállító, egy ezüsttel. Ezzel lett teljes a bátaszéki éremkollekció a Leicesteri világkupán. Somogy és Baranya megye híreivel folytatjuk. Modernebb szakképzés, népszerűbb felnőttképzés, szakképzési tanévnyitó konferencia Pécsett. Levelet küld a NAV az adózóknak, tartozásról, túlfizetésről értesít a hatóság. Műfüves pálya az óvodában, 120 gyerek használhatja az új speciális pályát. Milyen feladatok, kihívások előtt áll a szakképzés, milyen változások várhatók, ezekről tartottak előadásokat a Pécsi Tudásközpontban csütörtök délután. A regionális szakképzési és felnőttképzési tanévnyitó konferencia sorozat Baranyai állomásának adott otthont a város. Ma még kevés fiatal tanul szakmát, pedig a gazdasági növekedés igényli a jól képzett szakembereket. A kormányzat ezért modernizál és a helyi ipar igényeinek megfelelő képzést alakítanak ki. Gyülekeznek a szakképzésben dolgozó pedagógusok, szakértők a Pécsi Tudásközpontban. Itt tartották a regionális szakképzési és felnőttképzési tanévnyitó konferencia sorozat baranyai rendezvényét csütörtök délután. A legfejlettebb, leggazdagabb, legnagyobb személyjövedelmekkel bíró országokban 60% fölötti a gyerekeknek, amikor végeznek szakmával, vagy ilyen jellegű technikai végzettséggel bírnak, nálunk ez töredéke. El kell érnünk a cseh, a német és a más ilyen fejlett országnak a 60%-os arányát,
ez viszont hatalmas investíciókat igényel a szakképzés rendszerében. Új épületek, presztízs kellett a szentelni a képzésnek, nagyon meg kell emelni a béreket a képző rendszerekben, nagyon komoly technológiát kell biztosítani a szakképzésben. Az emberek már most szembesülnek azzal, hogy egy-egy jó szakmával sokkal több jövedelmet lehet szerezni, mint egy elvetélt diplomával. Ezt mondta a helyi iparkamara elnöke a jelenlegi helyzetről. 21. századi szintre emeli a szakképzés körülményeit, tananyagát a kormányzat. Azokat is a szakmatanulás irányába terelnék, akiknek elsőre nem sikerült az egyetemi felvételiük. Ezek másfél-két éves képzések általában, és valljuk be, hogy a technikusok azok az alapjai lehetnek a mérnökképzésnek. A tervünk az, hogy a szakgimnáziumok azok, hogy nem egyenes úttal vezessenek fel az egyetemekhez, és gyakorlatilag a szakgimnáziumok a mérnökképzés előszobái legyenek. Céljuk még, hogy a helyi gazdaság igényeinek megfelelő szakmákban képezzenek. Ehhez úgynevezett ágazati készségtanácsokat hoznak létre, amelyek a szakképzés tartalmi részét újítják meg. Népszerű a felnőttek között az ingyenes szakmatanulás. 3 éve még csak 9000-en, tavaly már 52 000-en tanultak. Mint ismert, 2 szakképesítés megszerzését az állam fizeti. A Nemzeti Adó és Vámhivatal október végéig kiküldött kivonatokkal mintegy 500 000 adózót értesít arról, hogy az elmúlt évről adó, illetve vámtartozása vagy túlfizetése van. A kivonat elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt, mennyit kell fizetni, illetve mennyit igényelhet vissza. A részletekről beszélt Adó Percek című műsorunkban az adóhatóság baranyai sajtóreferense. Levelet küld a NAV az adózóknak október végéig. Adószámla kivonatot csak az kap, akinek legalább 1 adónemben 5000 forintnál több tartozása vagy túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint. Saját nyilvántartásukkal megegyezik ez a tartozás, akkor tehát nem vitatják az összeget, akkor minél hamarabb rendezni kell, tehát ezt megtehetik elektronikus úton is akár már, illetve utalással, akik bankszámlanyításra kötelezettek, ők csak és kizárólag utalással teljesíthetik, akik nem kötelezettek bankszámlanyításra, ők az utalás mellett csekken is befizethetik, vagy pedig az ügyfélszolgálatokon bankkártyával is rendezhetik ezt az összeget. Ha egy másik adónemen valós túlfizetés van, akkor azt át lehet vezetni a tartozást mutató számlára. De lehet kérni az összeget saját számlára, ezt nyomtatványon kell jelezni. Abban az esetben, hogyha jogos a visszaigénylés, akkor ezen a 17-es nyomtatványon kell jelezni a megfelelő rész kitöltésével, és nagyon fontos az, hogy rá kell írni erre a nyomtatványra az utalási címet, vagy pedig a bankszámlaszámot. Aki nem ért egyet az adószámla kivonatban feltüntetett adatokkal, összegekkel, kifogást tehet. Ilyenkor a NAV munkatársaival kell egyeztetni a meglévő dokumentumok alapján bizonyítva, hogy mi az alapja a kifogásnak. Átadták Pécsen azt a 6x12 méteres multifunkcionális műfüves pályát, amely az OVI Sport program keretében valósult meg. A több mint 12 millió forintot érő speciális pályát 120 kisgyerek használja majd nap mint nap. A szükséges önrészt a pécsi önkormányzat biztosította. A tervek szerint tovább folytatódik a program Baranyában, hogy minél több óvodában lehessen kulturált körülmények között sportfoglalkozásokat tartani. Buzánszky Jenő a nemzet sportolója, a legendás aranycsapat tagja alapította az OVI Sport közhasznú alapítványt, mely 2011 óta hazánk több mint 300 óvodájában valósította meg az OVI Sport programot, megteremtve a mindennapos mozgás lehetőségét. A legújabb 6x12 méteres multifunkcionális műfüves pályát a köztársaság téri óvodában adták át, melyet a gyerekek és a pedagógusok is óriási örömmel fogadtak. Hát én már a Bozsik programra több mint három éve csatlakoztam, elvégeztem egy tanfolyamot, és a Schneider Gábor jóvoltából, akinek köszönhetjük, ő agilizált minket, hogy tud nekünk egy ilyen jó kis pályát szerezni. Nem csak futballpályának használjuk, hanem kézilabda és kosárlabda, teniszezni is lehet rajta, nagyon univerzális, nagyon
jó, hogy a gyerekekkel meg tudjuk szeretetni a labdajátékokat. A pécsi önkormányzat biztosította a 30% önerőt, így készülhetett el a sportpálya. A tervek szerint még több óvodában szeretnének multifunkcionális műfüves pályát létesíteni. A gyerekek az óvodáskorúak is nagyon szívesen mozognak, és szerintem ilyen korban érdemes elkezdeni a sportra rászoktatás, a sport szeretetét, és nyilván tudjuk azt, és nem is el a cél, hogy a sportolók nevelődjenek itt az óvodafalai között, azonban azt nyugodtan várjuk és reméljük, hogy ez a fajta életmód, a sportnak a kedvelése, a mozgás szeretete a gyerekek innentől fogva el tudja kísérni élete végéig, tehát ilyen értelemben egészséges polgárokat kívánunk nevelni Magyarország számára, és ebben az OVI foci program egy nagyon fontos mérföldkő meggyőzésem szerint. Tehát folytatjuk ezt a programot, és Pécs szeretne minél több pályával majd a későbbiek során ezt hozzájárulni. A mozgásban gazdag, egészséges életmód kialakítását, utánpótlás nevelését megvalósító OVI sportprogram megvalósulásához a pályák olyan alapot teremtenek, melyek képesek megreformálni a jelenlegi, kényszerszülte óvodai gyakorlatot, hogy a gyerekek mozgás igényét a legtöbb intézményben, zárt térben és szűkre szabott kistermekben kénytelenek levezetni. Ez a köztársaság téri óvodában ezentúl már nem lesz így. 2013-ban kezdték el a munkát, mára már NB1-esek, ők a Magyar Labdarúgó Egylet női futballistái. Az idei szezonra a korábbiaknál ütőképesebb csapatot állított össze Rak Róbert vezetőedző, hiszen az élvonalban már profi játékosok szerepelnek. A gárdát egy horvát válogatott is erősíti. Kevesen tudják, hogy NB1-es felnőtt labdarúgó csapata is van Kozár Mislennek. A női bajnokságban induló Magyar Labdarúgó Egylet ugyanis a feljutással áttette székhelyét Kozár Mislennybe, hiszen az a stadion felel meg az NB1-es követelményeknek. A 2018-19-es szezonban tehát olyan csapatokkal játszanak Rak Róbert tanítványai, mint a Fradi, az MTK, a Szombathely, a Diósgyőr vagy a Győrietó. Mi az U16-os fiúk elleni edzőmérkőzésükön jár. Javarészt itt vannak, akik tavaly csapatban is voltak természetesen távozóink, többek között akik tanulmányokat Pesten vagy valahol máshol folytatták, illetve vannak érkezőink is, vannak NB1-es csapatból is érkezők, illetve most jelenleg úgy néz ki, hogy külföldről nemzetközi, illetve horvátországi válogatott játékosunk is lesz a csapatban. Ez a mai edzőmeccsen már pályára is fog lépni. Az NB2 és az NB1 között rendkívül nagy a különbség. A másodosztály teljesen amatőr, a játékosok nagy része hobbi szinten műveli ezt a sportot. Az NB1 pedig már egy profiként nyilvántartott osztály. A csapat célja a bennmaradás. Nehéz, nagyon nagy különbség van a két bajnokság között. Ezt tapasztaljuk, ugye egyből bedobtak minket a mélyvízbe, az MTK ellen kezdtünk, nem is túl szépen zártuk azt a mérkőzést, de hát tanultunk belőle, és a következő meccsekre koncentrálunk. A Magyar Labdarúgó Egylet a tavalyi szezon előtt erősödött meg annyira, hogy az NB2-es bajnokság megnyerése volt a céljuk. A szezon közepére kiderült, hogy a Videotonnal versengenek a bajnoki címért, amit egy ponttal sikerült is megszerezni. Ezt követően osztályozó mérkőzés várt a csapatra, ahol a keleti csoport első helyezettjével szemben alulmaradtak, így nem sikerült közvetlenül az NB1-be jutás, de közvetett módon igen, hiszen az NB1-es Kóka visszalépésével a Magyar Labdarúgó Egylet gárdáját kérték fel az NB1-re. Végül a legfontosabbak újra. Felújítás. Jó részt önerőből végezték el a fejlesztést Győrén. Bizonyított a négylábú rendőr. Nemzetközi versenyen szerzett jó helyezést a szekszárdi kábítószerkereső kutya. Véradás. Nyáron csökken a véradók száma. Hétvégén is a napsütés és a késő nyáriasan meleg idő lesz jellemző, de egy gyenge hidegfront hatására elvétve kialakulhat egy-egy gyenge helyi zápor, zivatarnak minimális a valószínűsége. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!